Csisztó Sportcast. Egy elgondolkodtató beszélgetés, ahol a sportélet nagyjait dr. Csisztó Zsuzsa kérdezi. Nekem 3 hétig is ez már kihívást jelentett, sejtettem, hogy focista feleségként. 3 hétig kihívást jelentett a Karib-tenger partján nyaralni. Szörnyű. El akarod vetetni magad? Dehogy akarom. Zsuzsinál. Nála, mondjátok már ki, hogy tehát itt a Csisztó Sportcaston bejelentjük, hogy... Szeretettel köszöntöm a Csisztus Podcast nézőit. Itt nálam hétről hétre olyan párok életében nyerünk bepillantást, akiknek kifejezetten fontos szerepet játszik az életében a sport. Na ez ma különösképpen így lesz, hiszen itt az egyik vendégem egy olyan hölgy, aki ötösában kétszeres világ és 3-szoros Európa-bajnoki címig jutott, és még téli olimpiára is kvalifikált a sífutásban. Egyébként jogász, anyuka, Mimi anyukája, ő Gyenesei Leila, és eljött vele természetesen a párja Monoki Lehel, aki szintén sportújságíró, és az utóbbi időben az Exatlon All-Star műsorvezetőjeként lett talán igazán ismert, bár eddig is azért eltöltött legalább 2 évtizedet ebben a szakmában, mind a ketten az Arena 4 műsorvezetői. Sziasztok, köszönöm szépen, hogy itt vagytok. Köszönjük a meghívást. Igen, köszönjük a meghívást. És hát Dominikára nem tudtam rendezvút szervezni nektek, ne haragudjatok, csak vártuk ide. Vártuk a hívásodat. Igen, csak ide, bár előfordul, hogy éppen ott randiztok, ugyebár, ha máshol nem tudtak. Volt ilyen is. Ugye volt ilyen. Hosszú-hosszú szünet után ki kellett várni, hogy végre. Hát ne is mondd, nekem ez az életemben egyébként egy ilyen nagyon-nagyon vége láthatatlan történetnek tűn. December 25-én hajnalban jöttek érte, elvitték. Szent karácsony első napján. És nem is tudtuk, hogy pontosan mikor fog ugye hazajönni, és én tényleg vágtam a centiket, hogy kiutazhassak hozzá, és tudjunk találkozni. Minden napi pityergés megvolt, FaceTime-on, úgyhogy... Gondoltam, hogy valamilyen kedves komment. És tényleg volt pityergés? De csak ő pityergett, vagy te is pityeregtél? Hát én nem vagyok az a síros fajta, de inkább... Ezt valahogy kitaláltam. Inkább ő. De sajnáltam is, mert ugye engem lekötött a munka, tehát tényleg ott reggeltől estig forgattunk, és tudod, mindig nehezebb annak, aki itthon marad. Persze. Ugyanabban a környezetben, minden... Hát a két ünnep között. Igen. Hát akkor az ember nem dolgozik. Ez hát folyamatosan... már azért a mi szakmánk volt, azért ezt hagyjuk. Tehát, persze, igen, de, igen. De pont egy olyan időszak volt, hogy úgy nagyon rám szakadt így az összes érzelem, ami azt mozgatta, hogy nem vagyunk együtt, hogy ez egy milyen hosszú idő. És azért volt ez nagyon érdekes, mert amikor ugye felmerült ez a lehetőség, hogy ő ugye kimehet, vagy kimenjene, és nyilván megkérdezte ezt tőlem, akkor 1000%-kal toltam, hogy igen, ez egy nagyon jó lehetőség, menjen, csinálja, és talán én voltam a lelkesebb, és te voltál a sokkal visszafogottabb. És amikor biztossá vált, onnantól kezdve a jött a teljes döbbenet, de rajtam, hogy hát de most ez hogy lesz? Hát azért, mert én nem tudom, hogy jól gondolom-e, hogy azért ti friss szerelmesek vagytok, ugye? Tehát ez, ugye próbáltam nyomon követni a social felületeken a deklaratív pillanatát annak, amikor ti azt mondtátok, hogy azért ez így elég nehéz volt. Nincs sok nyoma azért. Azért gondoltam, hogy de most itt elmondhatjátok. 2020. július 13. Július 13? Hoppá! És mindjárt sejtettem, hogy ezt nyilvánvalóan... Viccelek, tudtam. Igen, úgyhogy jó, hát azért az még frissnek számít. Az még mindenképpen frissnek számít. De akármennyire is azért ennyi hónapot távol lenni az embernek a szerelmétől, azért az nehéz. Jó, azért abból a szempontból volt egy könnyebbség, hogy pont a felénél egy hónapra, majdnem egy hónapra kijött a Mimikével, a kislányával, meg az édesanyámmal. Tehát így hárman ott meglátogattak engem. Láttam anyának is a kiutazását. Igen, igen. Tehát úgy teljesen más volt hazaérni, úgyhogy hogy vártak, hogy esetleg főzött, vagy anyu, vagy ő. Úgyhogy ez egy nagyon klassz időszak volt nekünk, az a 3 hét. Maga ez a műsor egyébként, és ennek a lehetősége lehet számodra, ez nyilván egy bizonyos szempontból új horizontot nyitott. Tehát aki figyeli a sportosságíró szakmát, az ez nagyon régóta tud rólad. Azt kell mondanom, hogy még a Digisport előtti időkből is tud rólad. Ugye ezt kimondhatjuk, hogy volt ott egy pár üzemóra, egy pár év, amit mi is eltöltöttünk egyébként. Igen. De olyan érdekes dolog, hogy azért úgy igazából országos népszerűségre vagy ismertségre szert tenni, ahhoz kell egy ilyen produkció. Nem tudom, hogy mi volt ez a válogatási folyamat, de azt tudom, hogy azért nem nagyon hitted el, amikor először csörgött a telefonod, hogy ebből lesz valami.
Hát nem, mert ugye ilyenkor azért, főleg egy ekkora televíziónál, mint a TV2, egy csomó opció felmerül, hogy ki vezetheti, meg azért én hallottam, hogy sokan szerették is volna vezetni ezt a műsort. Voltak önjelöltek, fogadjuk. Persze, mint mindig. De persze ez egy óriási lehetőség volt, egy megtiszteltetés, Palik László után vezetni egy ilyen műsort, és tényleg egészen hihetetlen, hogy valaki három idényt ebből le tud húzni, ahogy a Laci is csinálta. Most már tudod, hogy ez egy óriási meló? Egészen hihetetlen. Tehát én eddig is szerintem szerettem is dolgozni, szeretek is dolgozni, tudok is dolgozni, de tehát ég és föld, amit ott tapasztaltam. Főleg az, hogy ugye egy külföldi produkcióban te tökéletesen tudod azt, hogy egy csomó mindenhez azért még alkalmazkodni kell, azon túl is, hogy a szakmai téren el kell végezni ezt a feladatot. Tehát itt különböző nációkkal kellett együtt dolgozni, 3-4 különböző országból a stáb, egy 150 fő stábnak. Ezt akartam kérdezni, nyilván nem tudhattad a folyamat végére se az összes táplag nevét, gondolom. Dehogy is. Csak azt a szűkört, akivel abszolút, együtt dolgoztál. Igen. De jó érzés volt ennek a csapatnak kvázi az élén állni, és tényleg mindenben segítettek, akármilyen problémám volt. Kicsit ilyen burokban is éltem, úgy éreztem magam, hogy rám vigyáztak ott a legjobban. Hát jó, hát mondjuk téged pótolni egy ilyen produkcióban viszonylag nehéz. Messze is vagy, igen. Tehát nem lehet úgy előrántani egy műsorvezetőt oda. De azért visszatérve azért arra, hogy az ember mondjuk milyen, hogy is mondjam, karaktert akar ölteni, azon túlmenően, hogy nyilván a sajátját. De hát Palik László adott ennek egyfajta arcot, ami szerintem egyébként megosztó volt, mert volt, akinek tetszett, volt, akinek nem, volt, aki miatt nézte, volt, aki nem. Úgyhogy nyilván azért te nem akartál, és nem is tudtam volna kibújni a bőrödből, úgyhogy mennyire volt cél ez, hogy ez más legyen, vagy hogy ez olyan legyen, mint amilyen te vagy. A műsorformát téged, vagy te a műsort, vagy ez erre nincs is lehetőség? Magamat akartam adni, tehát mindig azok közé tartoztam, akinek nincs egy ilyen fellépő viselkedése, hogyha kamera elé áll, és szerintem a néző abszolút nem hülye, mert pontosan tudja, hogyha te fölveszel valamilyen szerepet, és akkor te most megpróbálod eljátszani, hogy mit tudom én, milyen vagy. Magamat próbáltam adni, és ez ugyanaz, mint a Lacinál, tehát volt, akinek tetszett, volt, akinek nem. Szerintem egy 2-3 hét kellett, ameddig a néző is ugye befogadott, megszokta a változást, hiszen 3 év után jött valaki teljesen más ebbe a műsorba. Hogyha ez fordított lett volna, és velem készül el 3 évad, és a Laci csöppen bele, vagy bárki más, ugyanez lett volna a helyzet. Egész egyszerűen megszokja a néző. Jó, hát vissza kell bontsuk ezt a sok-sok mindent, mert ugye most éppen az utolsó pillanatban hagytuk abba itt a pályád elemzését, de azért itt ugye volt egy labdarúgó előélet, amit a sportújságírásért adtál fel, de most te következel, mert az engem azért nagyon-nagyon érdekel, hogy egy ilyen mozgékony gyerek, amilyen te voltál, és ugye egy ilyen sportos családból érkező emberke, végül is azért különféle fajta utakon jutottál el az ötusáig, ami a te sportod lett. Ugye itt volt egy triatlon előélet. Ó, hát igazából a kezdés az úszás volt. Tovis úszás, teniszeztem, atletizáltam, ott rengetegféle dolgot csináltunk, tehát akár a kislabdahajításon keresztül gátfutás, akkorákat estem, amekkorákat csak bírtam, és így szépen lassan így az látszódott, hogy nekem semmi se elég. Tehát, hogy nem olaj a tűzre, ugye? Tehát nem bírom a monotonitást, és én voltam az, aki még mondjuk hiába ment el délután is edzése, meg reggel is, még az iskolai szünetben is mondjuk futottam még 5 kört az udvaron, mert egyszerűen nem bírtam az energiáimmal. És hát nagyon érdekes, hogy pont ugye az öttusa lett a végállomás, de valószínűleg pont ezért is, mert annyira szerettem a változatosságot is, meg valahol az adta meg azt a fajta komplexitást, hogy nem csak a fizikumomat kell használni, hanem azért nagyon komoly, hát a vívás, hogyha vívásra gondolunk, az leginkább azért egy mentális abszolút felkészültséget igényel, vagy a lovaglás, ahol egy másik élőlénnyel kell együtt dolgozni. A lövészetet szerettem mondjuk a legkevésbé, mert az abszolút távol áll tőlem, de hogy igen, tehát hogy nagyon aktív voltam, és így gyűjtöttem a sportágakat. És ez mi volt az, mert ezt több helyen olvastam, de nem fejtetted ki, az a bizonyos triatlonos kerékpárbaleset, amitől így... Ha egy kicsit mondhatom, úgy eltávolodtál ettől a műfajtól. Hát ez egy nagyon nagy baleset is lehetett volna abból, ami
ami végül egy nagyon kis balesetté csökkent, vagy hát igazából nem történt nagy sérülés, az ujjamat kellett összevarni. De rémisztő lehetett, mert mindig úgy hivatkozol rá, hogy ez téged azért úgy az egész kerékpáros. Hát 20 centi múlt körülbelül, hogy most itt vagyok, vagy nem. Aha. Ennyire nagy volt ez a, vagy nagy lehetett volt, volna. Ütközés, vagy mi volt ágy az? Autóval vagy? Ütköztem, igen. És a saját figyelmetlenségem miatt. Úgyhogy nem tudom, olyan volt, mintha egy ilyen rövid zárlat lett volna. Hát mázlim volt, maradjunk ennyibe. De valószínűleg, hogy lehetett ennek egy ilyen mélyebb oka is, hogy én mindig is utáltam biciklizni. Tehát soha nem úgy mentem ki kerékpáros edzésre, hogy fú, hát ez nekem nagyon-nagyon jó. És aztán utána így ott varták az ujjamat, és a műtőasztalon így bevillant, hogy hát jó, én ezt nem fogom tovább csinálni, de hogy akkor öttusázni kéne. És én olyan, annyira hittem benne, annyira, hát talán egy ilyen, már magabiztosságnak sem nevezném, mert ez már talán már túl volt a magabiztosságon is, hogy én ezt meg fogom tudni tanulni, és ez nekem menni fog. Úgyhogy belekezdtem, és három, és azóta, három, négy És azóta évre. Nem is húsz kerékpárra ülsz azért? Hát képzeld el, hogy amikor a Mimi megszületett, és most, hogy ugye ő szeret biciklizni, hát most ültem először azóta, és hogyha ezt nézzük, az volt 2004-ben, most meg a Mimi 2017-ben született, 2020 körül ültem. Az azért brutál trauma lehetett, hogy ezt most azért így kibontottuk egy kicsit. Igen, és nem is beszélek róla. Nem véletlenül szerettem volna ezt egy kicsit így megvakargatni, vagy gyanús volt ez nekem, hogy itt valami rejlik itt a felszín alatt, amit nem igazán akartál elmondani. És most már túl tudsz lenni rajta. Tehát abszolút, igen. De egy kicsit így eltemettem. Tehát, hogy nem akartam megoldani azt a problémát, hanem inkább egy új kihívás felé néztem, és lehet, hogy pont ez a trauma okozta azt, hogy végül is jól alakult, és ez egy jó döntés volt, mert az öttusával lehet, hogy nem ismerkedtem volna meg. Igen. Akkor most már tudom, hogy miért az a nyugdíjas tempó a biciklin. Látod, azért mondom, hogy elhívtalak benneteket rondizni, picit megismerjétek egymást jobban. Na, hát örülök, közreműködhetek ebben egy kicsit. Szóval ez egy érdekes történet, és hát ugye az az öttusa, még az az öttusa volt, ugye ma már egy egészen másfajta öttusába szállnál bele, ugye, hogyha arról lenne szó, ami nagyon izgalmas dolog, de te lehet-e konkrétan feladtad a labdarúgó pályafutásodat, hogy sportújságíró lehessél, vagy benne volt azért a levegőben, hogy azzal bizonyosan nem leszel országosan ismert? De lehet, hogy azzal is az lettem igen? volna, mert na, jó. Na, csak gondoltam, hogy picit azért így hát, a kicsit megböktesem. Fradiban játszottam elég sokáig, viszonylag sokáig, de sokszor még a régi stadionban labdaszedő voltam, és mindig a Jenőjéket bámultam, ahogy dolgoznak, nézi Jenőjéket, a Ricsit, Faragó Ricsijéket, tehát én sose a meccset néztem, hanem mindig a kommentátort, mert viszonylag közel volt a pályához a kommentátorülés, és akkor őket néztem, hogy ott, hogy mikor nézi a monitort, és mikor a pályát. És ez nekem tök érdekes volt, hogy közvetítenek, és ezen kaptam magam. És volt, hogy edzést ellógtam azért, hogy mit tudom, interjút csinálják Szepesi Gyuri bácsival például. Tényleg? Aha. De csak így magadnak, vagy valahova? Az iskola újságban. Igen. Diktafonnal mai napig megvannak nekem ezek a felvételek. Óriási. És akkor nem is gondoltad, hogy egyszer majd Bánki Dodival fogsz egy stúdióban ülni, ugye? Bánki Dodival, igen. Nagyon régóta ismerjük egymást. Te is szerintem nagyon kedveled őt. Nagyon, csodál. Ember. És az nem volt kérdés, hogy amikor én váltottam és a Digisportból eljöttem, akkor én szerettem volna ugyanezt a csapatot magam körül tudni, és az első hívószóra ő jött velem. Szerencsés, és egy hálás megkeresés érkezett Borsány Andrástól, és az Arena 4-hez mentünk Leilával együtt, tehát kicsit már ez az inspiráló közeg, ami megvolt hosszú éveken keresztül a Digiben, az elmúlt a végére. Tehát amikor egy külföldi világhírű focistával interjút csináltam, egy 50 perces interjút, és a Leilának kellett kisminkelni engem, meg a Galaszt, az egy nagyon furcsa tapasztalás volt, és akkor ott az volt talán az utolsó csepp, hogy akkor váltsunk. Hát én az egész életem arról szólt, hogy ugye egy edzésen te is pontosan tudod, hát nap mint nap a saját hibáiddal szembesülsz ahhoz, hogy utána egyszerűen ez a fejlődés kulcsa, hogy valamifajta visszajelzés, tükör, bármi, nevezzük ezt, ez jöjjön, érkezzen. A sport neked egyébként, Leila, mennyire, én úgy látom, hát egyrészt van egy iszonyatosan szerencsés, gyönyörű alkatod, a fene egye meg, de így van.
nem biztos, hogy annyira szereti, hogy ilyen magas vagyok. Igen, én vagyok törpe mellette. Nem ismerem ez a problémátokat, de nem tudok, ne haragudjatok, azonosulni. Szóval, tehát, hogy így, amikor azt láttam, hogy babakocsival még Mimikével is futsz. Szóval én úgy érzékelem, hogy ez neked ez ilyen forever. Tehát, hogy nem te teher. Nem teher, hanem nem egy teher. Belső igen. Vágy, egy igény, hogy nekem az idegrendszeremnek is kell, tehát nem csak az, én nem azért csinálom, hogy úristen, én jól nézzek ki, és nagyon tökéletesen akarok, nem tudom én valamilyen olyan testet faragni, amivel én elégedett vagyok, hanem ez egy belső igény. Megszoktam, hogy mozgok, az egész életem erről szólt, szeretem csinálni. Az öttus azt adta neked egyébként? Ugye ezért, ha visszaidézzük ezt a két világbajnoki, három Európa bajnoki aranyérmát, amivel bárki bármelyik sportágban azt gondolom egy életre jól lakna és elégedett lenne. Ez így számodra mondhatjuk pestésen kimaxoltad, amit ebből a sportágból ki lehetett hozni? Nem maradtam éhes. Uh-huh. Nem maradt bennem hiányérzet. 27 éves voltam, és bennem mindig az volt, hogy én nem szeretnék csak egy élsportoló lenni, maradni, uh-huh. és hogy a jövőben is majd arra gondolok vissza, hogy ez volt az én életemnek a csúcsa. Hanem szerettem volna, mindig álmodtam egy civil karrierről is, mellette a családról is. És ez női élsportolóként szerintem az egyik legnehezebb feladat, hogy le vagy maradva ugye a civil karrier építésedről, hiszen van egy mínusz 10 éved mondjuk a kortársaidhoz képest. És ott van ugye a családalapítás is, amit nem lehet egyszerűen... Hát már annak vannak biológiai határai, ugye bár. Így igaz. És én nem éreztem azt, hogy 27 éves korom után, hogy ha még én öttusáztam volna, akkor nekem még az nagyon kellett volna. Úgyhogy én azt érzem, hogy beletettem mindent, amit beletudtam, és kivettem azt, amit kitudtam. A jogi érdeklődés az egy ilyen kötelező, legyen egy jó diplomám jellegű dolog volt, vagy tényleg akarsz valamit ezzel kezdeni? Úgy indult, hogy legyen kislányom egy jó diplomád is, főleg anyukámnak a részéről egy ilyen nagy vágy volt, de ezen kívül én nagyon szerettem ezt tanulni. Viszont amikor a gyakorlatra kellett, a kötelező gyakorlatra kellett menni, én az 5. meg a 13. kerületi ügyészségre mentem, és ott szembesülni azzal, hogy milyen bűncselekmények vannak, és hogy azt vettem észre magam két hét után, hogy paranoiás vagyok, és sétálok az utcán, és nézek előre-hátra, hogy mi történik. Tehát lehet, hogy az én személyiségemnek nem más tanulni valamit, meg más utána a gyakorlatban alkalmazni, és ez az, ami szerintem azért így ilyen hiányosság. Finomabb lélek vagy tennél legalábbis, amit én... mondjuk a büntetőjog területe jelentene. És azt szerettem a legjobban. Azért mentem az ügyészségre. Hogy és más jogág nem hozott volna? Nagyon érdekes helyzet volt, mert ugye akkor már én nagyon szerettem volna gyermeket, melyik újadba harapja akkor? Tehát még 3 évet mondjuk egy bolytárkodásba beletenni. Aha. 30 éves voltam, máshogy alakult. De még bármi előfordulhat. Hát hogyne, hát fiatalok vagytok előttetek a jövő minden szempontból. Lehet végül is azt lehet mondani, hogy így, amit nyilván hoztál a sportból, meg az, hogy te így már akkor abban az időszakban azzal foglalkoztál, hogy mit csinál a sportúságíró, te a vágyott pályádon vagy? Hát én 16-17 éves korom óta ezt csinálom, uh-huh. úgyhogy ugyanaz a szenvedély szerintem megvan bennem. A mai napon, a mostani műsor után én nekiülök készülni, mert este közvetítek uh-huh. például. Nagyon rég nem közvetítettem meccset, uh-huh. úgyhogy most végre fogok. Megvan bennem ugyanez a szenvedély. És egy picit ez a váltás is nem is olyan régen, egy évvel ezelőtt talán ezért történt, hogy egy pici... Hogy ne vesszen el ez a lelkesedésem, mert egy kicsit ott a végén már, uh-huh. már minthogyha tapasztaltam volna magamon ilyet, de most megint egy olyan környezetben dolgozhatom, ami nagyon, nagyon inspirál, nagyon felhúz engem is, és tudod, mindig izgalmas egy olyan csapathoz csatlakozni, ami nemrég állt össze, nagyon komoly tervek vannak az Arena 4-en, úgyhogy jó most így kerek minden. Na most az milyen amkörté? Majd te őt helyettesíted, ugye? Mert hát azért végül is beszéltük itt Jogi pályáról meg mindent, hát könyörgöm, hát Kalegina. Tehát ugye mégiscsak a sportújságíró nők
hogy úgy mondjam, nagyon-nagyon kis vékony kis százalékos sávját, hál' Istennek, gyarapítottad egy újabb. Figyelj, azt tudom neked mondani, hogy az olimpián előállásban lehet, hogy kevésbé izgultam, mint amikor az ő székébe beültem. És azért nem felejtsük el, hogy milyen műsorban. Tehát én tudom, milyen Bundesligában műsort vezetni, hiszen Varga Zolival, én mondtam, az első Magyarországon, aki nőként egy ilyen műsorban egyáltalán oda szagolhatott, iszonyatos nagy nyomás az, így eleinte. Igen. Nagyon nagy nyomás, és én az a típus vagyok, aki rettenetesen sokat készül. Tehát sokkal ezt többet. A jó szokásodat, ezt ne add föl azért. Szombati meccsen ő már hétfőn elkezdett készülni, ez körülbelül így nézett ki. Hát így, amennyit lehet. Hívtam kintről a Dominika, mondom, mit csinálsz? Hát nézem, hogy a Augsburgba ki a jobb hátra. Jézusom. De jó, oké, világos, de hát azért itt az a nyomás, hogy végülis őt helyettesítetted, ugye meg a tény maga, hogy végül is egy valóban a világ egyik legkomolyabb labdarúgó bajnokságának a műsorával kell foglalkozni komoly szakértők társaságában. Hát nevetni fogsz az, hogy őt helyettesítettem, mert az, hogy kaptam egy lehetőséget, én nagyon szeretem azt, hogyha megbíznak egy olyan valamivel, ahol lehet bizonyítani, ahol van felelősség. Tehát fel kell nőni a feladathoz. Amikor fel kell nőni a feladathoz bennem, én nagyon szeretem az adrenalint, és talán adrenalin függő is vagyok, ez lehet ilyen fizikai, hát mindenféle dolgokkal is pótolni, de hogyha ilyen mentális kihívás elé néz az ember, akkor én azt is nagyon kedvelem, de rettenetesen félek előtte, meg izgulok, hát ő pontosan tudja, de hogy nagyon jó érzés volt a sporthíradózás után egy jóval komolyabb pozícióba csöppenni. És ezt azért úgy a kényszer szülte, mert hogy én Bundesliga híradóra érkeztem az Arena 4-hez, és ehhez képest, amikor ugye kiment az exatlonba, akkor őt helyettesítettem. És jól csináltam? Visszanézted? Vissza, és mindig írtam neki egy fél oldalas levelet. Ezt akarom mondani, hogy mekkora volt, semmi nem csapta rá, hogy jól, hanem jó nagy szünetet. De én magamról sem mondom soha, hogy jó vagyok, mert mindig van valami, amit találok magamon is, fogást meg rajta is találtam. De ezek apróságok, lehet, hogy a néző összesen veszi, de én igen. És bármikor mondtam valamilyet, akkor ő is így a fejhez kapott, hogy tényleg. Valahogy kialakult ez alatt a 20 év alatt bennem egy olyan reflex, hogy észreveszi, te is szerintem így vagy ezzel, azokat a pici apróságokat, amitől úgy össze tud állni 100%-osra egy teljesítmény. De ott... Rendben volt. Igen, rendben tehát volt, úgy rendben otthonosan ül ott a stúdióban a szakértők között. Ja, hát esztétikailag nyilván egy jó, komolyabb hát látvány volt így. Okay. Ja, hát és egy csomó rajongója lett itt a műsor által. Tehát, igen. Ez ilyen műfaj egyébként, az embert látják a tévében, az segít, hát az kifejezetten. Meg azért a szakértőink is, akik kiváló szakértők, a Szejler Józsi, Sebők Vili, Bánki Dodi. Nagyon sokat segítettek nekem is, meg neki is. Nagyon nagy mankók voltak nekem, főleg a Szejler Józsi volt az, aki ugye mindent tud, nagyon felkészül. Talán kevésbé tud spontán lenni, mint mondjuk a Sebők Vili, vagy úgy reagálni, mint a Bánki Dodi, viszont őtőle mindent meg lehet kérdezni. És te kérdezős fajta vagy? Én nagyon kérdezős fajta vagyok. Tehát én nem akarom kitalálni a dolgokat. Tehát én pontosan tudom, hogy hol a helyem, és mennyit kell tennem azért, hogy ez úgy menjen, és olyan jó legyen. És tehát nekem nem szakértenem kell, nekem kérdeznem kell. Mik a kommentek, mik a visszajelzések? Mert azért ez egy érzékeny terület. Hát ugye én jártam egy úton nagyon régen, amikor még névtelen levelek jöttek a telesportban, hogy ha úristen, faxok, totó eredményeket egy nő, hogy merészel mondani a televízió? Hogy képzelik? Tehát, hogy ugye innen indultunk el, és most nagy boldogság látni számomra, hogy ma ez egy természetes jelenség, hogy egy nő dolgozhat sportműsorban a médiában, de nyilvánvalóan nem könnyű. Tehát egyrészt nem könnyű, hogy az ember elterelje a figyelmet, és ne a szépségedről beszéljen, vagy arra legyen az észrevétel, hanem esetleg a okosságra, illetve nyilván mindenféle fajta jön. Hogy? Nézed egyáltalán? Nézem. Nyilván a saját felületemen nézem, hogy ki mit ír. És a kedvencem az volt, hogy valaki elnevezett Bundesmuttinak. És ez nekem annyira megtetszett, hogy innentől kezdve így olvasgattam, és 3 másodperc alatt én így magamra áttekertem, és igen, én vagyok a Bundesmutti. És onnantól így hívtam magamat, hogy Bundesmutti. Úgyhogy nekem de nem bántanak akkor nem, ezek szerint. Nem, ez nagy dolog. Ez nagyon jó. Szerintem nagyon sokat számított a te esetedben is, meg a Leilánál is a sportolói múlt. Tehát, hogy,
hogy azért valamennyire elhiszed neki, amiről beszél. Mm. Tehát, hogyha nem is focisztál, vagy nem is, mit tudom én, kosárlabdáztál, de pontosan tudod a lélektanát annak, hogy, hogy mi van egy sportolóban, mit érez az adott pillanatban egy kihagyott 11-esnél, egy helyzetnél. És ezt szerintem érzi a néző. Mm. Tehát valószínűleg ez azért adhat egyfajta hitelességet. A pszichológiája az ugyanaz. Mm. Teljesen mindegy, hogy milyen sportágról beszélünk, az, hogyha valami sikerül, vagy nem sikerül, vagy milyen utat jár be egy játékos, egy versenyző, ugyanazt éli meg, csak más sportágban, meg egy picit máshogy. Na, szóval Bundesmutti. Most hagyjuk el a Bundest, és csak beszéljünk a Muttiról, jó? Mert hogy hát Mimi, hát egy csoda, néztem a különféle kis közös filmjeiteket, egészen elképesztő cuki jelenség tényleg, úgy sugárzik belőle minden, ami jó. Ugye egy korábbi házasságból Feke Pállal, ez egy hat éves kapcsolat volt nagyjából, ugye? Igen. Smooth volt? Könnyű volt a búcsú? Hát sose könnyű. Aha. Tehát, hogy az ember nem úgy áll neki egy házasságnak, egy családalapításnak, hogy hát ez valameddig tart, hanem úgy terveztem, hogy akkor ez egy életre szóló dolog. Viszont azt is be kell látni, hogy ha nem működik, akkor hát tudnám ezt egy picit erőteljesebben is megfogalmazni, hogy mi az, kérlek, amit nem csinálunk. Kérlek. Tehát, hogyha van egy probléma, akkor nem tapossuk magunk alatt, uh-huh. hanem akkor muszáj tovább menni. És én úgy döntöttem Mimi érdekében, hogy akkor ez így legyen külön, és szerintem most már ez egy egészen jó kapcsolattá vált, és vérszerinti anyuka és apukaként mi úgy tartjuk a kapcsolatot, ahogy azt szükséges. Hát nyilván mindig a gyerek érdekében, szóval egy ilyen döntés ugye mindig azért szokott általában hosszasan elnyúlni, ugye, mert az ember a gyerek életében nem akar traumát okozni, miközben hogy azzal okoz traumát, hogy minden marad. Pontosan így gondolom, hogyha minél gyorsabban meghozod a döntést, hogyha már nem lehet javítani, és belátod azt, hogy nem lehet javítani, akkor viszont az a legjobb a gyereknek, hogyha ez nem egy ilyen bizonytalansági állapotban történik, mert ő pontosan tudja. És erről van egyébként egy nagyon érdekes történetünk, hogy amikor mi megismerkedtünk, és ugye ő ismerte a nőt, együtt dolgoztunk nyilvánvalóan, de nagyon hosszú időn keresztül, hát csak kolleg. Tehát még magas sarkúban tipegeti a stúdióban, szia Leila, hogy van? Én szóval még semmi elsétáltam mellett a szia, tehát én nem is akartam vele egyáltalán szóba állni se. És szóval ez a tipikus házi nyúlra nem lövünk, ugye? Csak ez. De én nem vagyok ennek a híve, hogy nem lövünk. De csak ha támad. Csak ha támad. Ha ugrik, akkor lőni kell. És na, szóval, hogy a gyerekek mennyire érzik, uh-huh. hogyha valami van. Mondom, jó, oké, tetszik neki a csaj, meg hogy milyen jó majd itt elbohockodunk, de én egy anyuka vagyok, tehát ez egy sokkal komolyabb dolog. Lássuk meg, hogy ő neki hogy tetszik az, hogyha az anyát is látja. Elmentünk strandra a Mimivel, úgyhogy anyának az egyik barátjával. Semmi nem volt köztünk, odafigyeltünk rá, de hát Mimi abszolút észrevehetett valamit, mert hogy mit mondott, amikor vége lett a strandnak? Hát először úgy kezdte, hogy akkor jehely, te leszel a csápa. A cápa. A cápa, mert jej, te leszel a csápa, igen. Csápa, és akkor a végén csápol és csápeti. Hát invitált a Mimi egy vacsorára. Igen, és a vacsi tehát után... kvázi meghívott. Ő meghívta, lehet? És a vacsi kis után... markotányos nő. 3 évesen. És a vacsi után megkérdezte, és mikor alszol itt? Úgy, hogy... A kerítő. Hogy semmelyik barátnőmtől, vagy másik barátomtól soha nem kérdezte meg ezt. Tehát, hogy pontosan tudják a gyerekek. Összeboronált benneteket, valljuk meg, tehát ennyi, kész. És milyen vagy te Miminek? Hogy szólít? Jehely. Jehely cikém. Nem, lehet cikém, igen. Aha, jó. Tehát, hogy ezt csak azért kérdezem, ugye, mert meg ugye a hosszabb távú terveitekről azért nem beszéltünk, remélem fogunk, de azért, hogy így mikor az ember ugye egy új kapcsolatot kezd, és visz egy előző házasságból egy kisgyereket, akkor ott azért valamilyen státuszt be kell tölteni az új embernek, vagy legyen ez nő vagy férfi. Tehát most te mi vagy? Játszótárs? Partner? Pótapuka? Hát nem játszótárs. Nagyon mély kapcsolat van köztük szerintem, erről lehet nehezebben beszél.
Vaj, akkor felmondom nálam, hogy... Most kikapcsoltál? Nem, éppen az, hogy most a kulcsot belehelyeztem, tehát akkor... Tehát mi? Ő jobban meg tudja fogalmazni ezt. Végül is nem kenyered a beszéd, igaz? Igen, tanulom a szakmát. Érzéseiről ő nagyon nehezen beszél. Akkor mi ő? Mi minek? Mondd el nekem. Hát a pótapukája. Nem szeretem ezt a Igen, ezt akartam, hogy mondjátok ki ti, hát most én nem mondok ilyet, mert ti tudjátok. Mert nem egy pótlékő. És mi úgy élünk hárman együtt, mint egy család. Uh-huh. Tehát én ezt így nem szeretem, ezt az ilyen kirekesztő dolgokat, hogy ez mozaik család, vagy bármilyen családnak. Hát így szokták, igen, egy ilyen patchwork family-nek. Igen, de a szereteten uh-huh. múlik az, hogy az egy család, vagy nem egy család, és ez lehet vérszerinti kötelék, meg nem. És köztük ugyan nincsen vérszerinti kötelék, de a lelki kapcsolódás meg szerintem nagyon erős. Milyen csajszi, Mimi? Hát huncut, nagyon huncut. Folyton szórakozik velünk. Amikor egy kicsit anyukája megemeli a hangját, akkor egyből jön hozzám. Anya kiabált! És akkor hozzám bújik, és akkor meg kell vigasztalni. Szóval akkor hozzád menekül, ha jól értem. Hát abszolút. Aha. Nekem van a 4,5 éves Mimim, és a hol 3,5 éves, hol 6,5 éves leheke. Folyamatosan szekálják egymást, van egy Sejtettem ilyen oda-vitte csipkelődés. Van itt valami játszópajtásság ezért ilyen szempontból, igen, biztosan. Meg ugye mondta, hogy jó, nagyon következetesnek kell lenni, a nevelés nagyon fontos, és akkor én rászólok, de teljesen evidens dolog miatt, hogy valamit nem csinálunk, ami, nem mondok példát, de tök mindegy, hogy mi. Rászólok, 3 másodpercig helyesel, hogy igen, majd utána, amikor Mimi elsírja magát, Mimikém, nem semmi értelme Vajból, nem volt ennek igen, az egésznek. Itt a következetesség. Igen, kösz. Nem jutunk jó, előre. Te neveled, ő elrontja. Tehát ez egy teljesen normális szereposztás, ezzel nincs probléma. Tehát amikor elég határozott csaj, meg elég erőszakos, lehet ezt mondani, tehát így kiköveteli magának. És én azt szoktam mondani, hogy az érdek érvényesítő képesség elég erős a gyereknek. Igen. És én akkor sem tudok rá, anya már kitépte az összes hajszálát, én akkor is fölveszem, megpuszilgatom. Én ebben hiszek. Ez jó dolog, ugye, hogy az ő ilyen türelmes fajta. Nem biztos, hogy ebben hiszel, hanem hogy annyira kenyérre tud kenni téged. Az azért egyébként nem vagyok meglepődve, tehát hogy tehát amúgy is egy ilyen csajok kedvence típus. Tényleg? Nem tűnt fel. Nekem voltak ilyen benyomásaim, amikor így együtt dolgoztunk, hogy volt egy ilyen, igen, volt egy ilyen, igen. Arról nem is beszélve, és ezzel szerintem nem lők mellé, hogy anyuka és nagymama kedvence. Ezt akartam mondani, hogy ha a Facebook kommenteket megnézed most az Exatlon után, ugye? Akkor van, aki aláírja, jól nézel ki, nagymama. Tudom én, egy kiskörösi nagymama. Tudom én. Tehát, pályafutásom csúcsára értem, Zsuzsi, hát most erre mit mondja? Ez volt a cél. Ezért kezdtem el ezt a szakmát. Na jó, de hát egyébként nyilván a saját anyukád, meg a családom is azért ez nagy cuki volt ez a látogatás, azt néztem, hogy anyukádat úgy vitted körbe az Exatlon forgatásának helyszínén, tényleg, mint valóban csak egy rajongót. Jó, hát nem esetleg az anyukád, de... Ugye itthon kellett hagyni aput, mert apu nem szeret repülni, úgyhogy ő nem akart jönni, hiába próbáltuk így családilag egy ösztűz alá venni, hogy mégis jöjjön, de ő nem, ő maradt. És akkor így volt egy kettősség anyuban, hogy nagyon szeretett volna jönni, de ugyanakkor itt hagyta aput, és akkor így ment ez a húzavonat, de aztán végül is kijött, és akkor hárman meglátogattak, de egy nagyon-nagyon szép emlék volt összességében. Nagyon büszke anyukád? Nagyon büszke, bár mi erről nem szoktunk azért összességében beszélni, annál kicsit talán szemérmesebb a mi kapcsolatunk, hogy ezt így kisfiam, akkor büszke vagyok rád, de úgy azért érzem. Na jó, szóval akkor pótapuka az egy dolog. Na de mi a jövő, fiatalok? Hát fiatalok vagytok, bár azért, te mondtad a múltkor, hogy most már azért vészesen közeledik az a bizonyos másik kerekszám az életedbe. 40, szóval, igen. Tervek. Hát tervek azok vannak, aztán a befogadókészség az egy kérdés, de hát de az... De kinek? Gondolod, hogy azon az oldalon nincs rá igény? A kisasszonytól kell ezt ő tudja megmondani. Hölgyem? Mi a kérdés? Hát... házasságok, én leszek konkrét, tehát házasság, közös gyermek. Figyelj, nyilvánvalóan a csalódás miatt, a válás miatt nekem ez... Tehát például a házassággal kapcsolatban nincs egyfajta olyan vágy bennem, hogy minden áron szükség lenne arra, hogy egy jól működő kapcsolat
barátunk legyen, akár ez a, életünk végén. Ez már megvolt pipa nem így gondolom, hogy megvolt pipa, hanem pontosan az, hogy nem ezon múlik. Hogy van-e mondjuk egy ilyen nagyobb lakodalom, hanem én mondjuk arra vágynék, hogy kettesben kössük össze az lehet, életünket. Lehet egy pici intimes költ is. Na, például egy ilyen... Egy ilyen senki nem írja elő, minimum 150 embernek kell lenni. Igen, és 6 ruhát vegyek föl, igen, és óránként öltözködjek, és a fodrász ott üljön a sarkamba, mert hogyha egy hajtán... És nagyon sok pénzbe kerüljen, tehát ez nem kötelező. Tehát ez az, amiért én már így nem nagyon tudok úgy lelkesedni, és szerintem ő meg azért szeretne egy nagyobb esküvőt. Kérdezzük meg? Tudod, ez úgy van, Zsuzsi, hogy aki egyszer már átélte, az lehet róla véleménye, hogy szeretné-e újra, vagy nem. De aki még nem élte át, mint például én, neki egy újdonság lenne ez, és én nem akarnám elvenni sem a szüleimtől, sem a barátainktól ezt az élményt. Tehát egy kicsit így ez a két érdekcsoport feszül egymásnak így nálunk néha. És ez az érdekes felállás, hogy ez általában fordítva szokott lenni. Igen. Tehát, hogy inkább a hölgy szeretné, és a férfi kevésbé, és most ez egy szokatlan felállás. Én az első házasságomnál se éreztem azt, hogy én minden áron nagy esküvőt szeretnék. Uh-huh. Nem ezen múlik. Elégedetlenül külső... egy kicsi esküvő, egy kis picike kis esküvőcske. El akarod vetetni magad mindenára? Dehogy akarom vetetni magam. Nála, mondjátok már ki, hogy igen, azt és akkor mindenit. Tehát itt a Csisztus Podcaston bejelentjük, hogy na. Bejelentjük, hogy bármi megtörténhet. Egy szép szombati napon mondjuk. Szombaton? Hát, vagy péntek. Akkor szokott esküvő. Idén? Na nem, most egy kicsit menjünk közelebb a dolgokhoz. Fú, Zsuzsi, olyan nyomást helyezel most rám, főleg rám. Pont az utóbbi hetekben kezdte el szerintem 2 naponta mondani, hogy már 2 éve együtt vagyunk, és még egy gyűrűt sem kaptam tőled. Ezt a még ahogy mondtam, rendezvút szerveztem nektek a műsorban, nem véletlenül. Tehát, hogy valamivel azért távozzunk innen valami konkrétummal. Meg a Mimi is szokta kérdezni, nem? Mit szokott kérdezni? Hát, hogy mikor kap anya gyűrűt, meg ilyenek, mikor lesz az esküvő. Szerintem ti egymást így... Hallgatni kéne rá. De én nem beszélek erről, mert pontosan ez, hogy bennem nincs ez a fajta olyan vágy, mert hiszen nem attól működik egy kapcsolat. Tehát lehet egy szép esküvő és életre szóló kapcsolat, és lehet esküvő nélkül is nagyon boldogan együtt élni. Tehát nem ez. Az, hogy majd... Na, de ha mégiscsak előállna egy szép, vagy nem olyan szép gyűrűvel, azért nem vagyok benne biztos, hogy elfordítanád a fejedet. Fel kell tenni a kérdést, hát ezt nem, előre nem kell. Lehel, mégiscsak nálad a labda. Zsuzsi, nem készültem, nincs nálam gyűrű, hogy nem tudok feltenni semmi a kérdést. Jó, hát majd az hozod, tehát az majd valamikor így. Az majd potlólagosan, nem? Persze. Az a kérdés szerintem inkább, hogyha bővül a család, akkor mikor bővül? Az egy sokkal fontosabb programpont. Igen, ez egy következő fejezet lett volna, ezt is ugye már itt. Tehát az, hogy most egy esküvő, azon el lehet humorizálni. És akkor ezügyben van a problémát. Én vagyok inkább, aki rajta van az ügyön? Rágom a fülét a tekintetben. Csak néha, tehát egy Mimi hiszti után, mondom Miminek mindig, hogy Mimikém, most jelentősen csökkentetted annak az esélyét, hogy kistesód legyen, rontod az esélyeinket, mert ő is mindig mondja, hogy szeretne kiszteszót, és akkor ilyenkor mondom, hogy viselkedj jól, mert anyád ilyenkor kikészül, és... De úgy érted, hogy nála rontja az esélyét? Persze, mert ilyenkor ő mindig mondja, hogy... Jaj. Hát látod, most ebből kell még egy? Nem egy, még legalább 2. És ilyenkor szoktam én is ezeket rátenni még egy lapáttal, és akkor kifordult mérgesen. Ugye? Majd meglátjuk most egyelőre, amíg exatlonozunk, addig semmiképpen sem. Tehát, hogy... Ne hülyeskedj, hát azért itt ki tudja hány éves periódus jöhet még. Hát, azért... Volt előtted valaki, aki ezt ugye 3 szezonon keresztül nyomta? Tehát... Akkor már csak 2 szezon az. Igen. Meglátjuk. Az biztos például, hogyha lesz is következő exatlon, én nagyon szeretném, hogyha végig kijönnének, tehát még egy ilyen időszakot azért nagyon nehéz lenne végigcsinálni. És akkor ki helyettesít téged itt valami sorokban? Azt majd ez jó kérdés. Csinálunk egy ilyen mobil stúdiót ott a Karib-tenger partján, és onnan. Viszont az engem sokkal jobban érdekelne, hogy te jól éreznéd magad, mert azért én téged egy alkotó léleknek ismertelek ez meg. Ez is egy kérdés. Tehát, hogy azért egy 3-4 hónapig egyébként
ülni otthon és várni. Focista feleségnek lenni. Na, igen, az a jöjjön a forgatásból, hogy nem tudom, hogy azért ez neked elég lenne. Nekem 3 hétig is ez már kihívást jelentett, hogy focista feleségként. 3 hétig kihívást jelentett a Karib-tenger partján nyaralni. Szörnyű. Neki. Tényleg borzol. Írtad is az egyik posztodban, hogy kemény csaj, hogy ezt a szörnyű challenge-et ezt ki fogod bírni. Egy darabig, hogy ott kell állni a pálmafák alatt a napsütésben. Ilyenkor nem tudtam mit mondani erre, hogy ezt most komolyan mondod. Más ezért összetenni Zsuzsi, a két kezét. Megérti azt, hogy nekem kellenek a kihívások, kell tenni úgy folyamatosan azért, hogy szépen éljünk, hogy nem csak a sport kell az idegrendszeremnek, hanem a kihívás is kell az idegrendszeremnek, hogy megfeleljek valaminek. Az ember van egyfajta, hogy mondjam, alkotási igény, akkor azért ezt táplálni kell. Tehát igen, teljesen igen, de közben pedig pontosan tudom azt, hogy ez nem egy élethosszig tartó pályafutás, hogy ő exatlanozni fog innentől kezdve 75 éves koráig. És milyen szép lenne. Ki tudja? Bottal ott a pálya mellett. És nekem meg egy ilyen helyzetben azért kötelességem az, hogy támogassam is. Mert ez egy olyan nagy fizikai és lelki igénybevétel, hogyha van egy társad, akkor én pontosan tudom, hogy az olimpiára készülnék, és olyan társam lenne, aki nem támogat ebben, akkor ez nem működhetne. Tehát talán ez nem, a... Én azért azt mondom, hogy vannak olyan... hogy mondja, a pillanatoknak egyebek, amelyek sokszor ilyen, ezeket a racionális dolgokat felülírják, úgyhogy ezt lehet, hogy az időre bízzuk itt, és exatlon ide, exatlon oda lehet, hogy ez egy gyorsabb dolog lesz ennél. Igen? Én nem tudom, én van egy ilyen érzetem. Hoppá! Kiderül. Figyeljetek, viszont mind a kettőtök életét én úgy ismertem meg, hogy olyan emberek vagytok, akik foglalkoztok a világgal és a környezettel, és mindazzal, ami történik benne, jó és rossz folyamatokon. Itt ebben a műsorban egy olyan rovat, amit úgy hívunk, hogy Charity. Charity. Think wise. Share smart. És ennek a Charity rovatnak az a lényeg, hogy a társadalmi felelősségvállalásról kérdezgetem a vendégeimet, mert olyan emberekkel beszélgetek, akiknek számomra, és azt érzem, hogy a küldlek számára is számít a véleménye, hogy nekik mi fontos, hogy ki mit kapott a sporttól, a hivatásától, és mit ad ebből vissza. Van-e olyan terület számatokra az életetekben, amiben mondjuk megnyilvánul ez a fajta extra felelősségérzet, jótékonykodásban, valami fajta egyéb ilyen társadalmi ügyben? Nem szeretünk egyébként erről beszélni, meg nem azért jótékonykodik az ember, hogy. És azért kérdezem, én azért kérdezem, mert nagyon szeretném, hogyha ennek a kultúrája egy kicsit fejlődne, és rá tudnánk mutatni arra, hogy igenis, ez egy olyan téma, amivel foglalkozni kell, és persze, hogy nem azért csinálja az ember, hogy ezt kiposztolja, viszont ha tudnak róla, akkor ezzel másokat is inspirál. Hát ugye itt a szomszédunkban nem olyan remek a helyzet, sőt, kifejezetten most aggasztó. A háborús övezetre gondolok. A háborús övezetre gondolok nyilvánvalóan, és én ezzel kapcsolatban azért megpróbáltam megtenni azt, amit megtehetsz. Leginkább ezek inkább ilyen kézzelfogható dolgok voltak, de van egy kedves történetem, amikor egy ilyen bérházban sétáltam, és láttam, hogy zenél lent a földszinten valaki, és közben énekelget, és megkérdeztem, hogy levideózhatom-e, mert annyira olyan kis szép pillanat volt, és kiderült, hogy ők ukránok, és ukrán menekültek, és utána én kapcsolatban maradtam velük, és megpróbáltam segíteni. De amit én így a saját életemben nagyon-nagyon fontosnak gondolok, akár mondjuk, hogyha a környezetvédelmet nézzük, vagy akár ezt az érzékenyítést, vagy azt, hogy a Miminek megmutatni azt a világot, hogy nem mindenki él úgy, ahogy mi. Uh-huh. És ezt ki lehet mondani, hogy sajnos ezzel szembesülni kell. Tehát mondjuk a Mimi nem jár magánovodába, nem jár semmilyen ilyen magánintézménybe, mert szeretném, hogyha az élettel úgy szembesülne, amilyen. És őneki megmutatni azt, amik az igazán fontos értékek az életben. És úgy látom, hogy ebben azért nagyjából osztoztak, ugye ezeknek a fontos értékeknek? Persze, én is azzal egyetértek, hogy az ember így kicsit furcsán érzem magam, amikor erről beszélni kell, mert mindig azt érzem, hogy csökkent az egésznek a jelentőségében, ha én erről elkezdek beszélni, mert nyilván nem ezért csinálja az ember, de szerintem mind a ketten, sőt, szerintem te is naponta nem tudom hány levelet kapsz, és nagyon nehéz mindenkinek segíteni, vagy mindenki mellé odaállni, de amikor az ember végigolvas például egy levelet, hogy egy anyukának van egy beteg kisfia, és nincs télen elegendő tűzifája, és
tehát egy normálisan gondolkodó emberből mi ilyenkor a természetes reakció, hogy megpróbál segíteni, és bármi ilyesmi, hogyha van, akkor természetesen, illetve a másik pedig, hogy a mi szakmánk nagyon sok fiatal számára például vonzó, és ezzel kapcsolatban is én nagyon sok üzenetet, levelet kapok, és ha időm engedi, akkor én szinte mindenkinek válaszolok, hogy hogy kell ezt elkezdeni, hogy én mit javaslok, milyen egyetemre induljon el, milyen pályára, mit végezzen el, és egyáltalán hogy kezdjen ennek az egésznek neki. Mert ezzel is egy kicsit azt érzem, amit mondasz, hogy picit visszaadsz abból, amit te kaptál ettől az egész szakmától. Nagyon köszönöm, hogy ezt elmondtátok nekem a Charity rovatban. Charity. Think wise. Share smart. És azt is nagyon köszönöm, hogy eljöttetek. Én úgy érzem, hogy azért viszonylag ritkán bontogatunk benneteket, vagy engeditek magatokat így bontogatni a médiában. És teljesen megértem az okát, hogy miért. Te talán még egy elzárkozottabb személyiség vagy ilyen tekintetben, mint azt hiszem te, de ez talán így van jó lesz, szerintem a nőhöz hozzátartozik. Úgyhogy itt fontos döntések következhetnek. Úgyhogy én azt kívánom, hogy ezek abban a ritmusban jöjjenek el, ami úgy igazán természetes. Jó, természetesen nem akarok semmiféle időkeretet, ezt ti fogjátok eldönteni. Nagyon jó ezt látni, hogy egymásra találtatok, és hát úgy tűnik, hogy egy olyan úton haladtok, amiben egy boldog család formálódik. Köszönjük szépen. Köszönjük. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Nektek pedig a figyelmet köszönöm. Ez volt az 5. évad szezonzáró epizódja. Remélem, hogy érdemes volt velünk tartani, és böngészhetek itt a Csisztó Csenelen különféle további tartalmakért, illetve ezeknek a beszélgetéseknek a hanganyaga természetesen letölthető, meghallgatható a különféle podcast felületeken. Találkozunk ott is. Sziasztok! A Csisztus Podcast producere és műsorvezetője Csisztus Zsuzsa, szerkesztője Kovács Orsolya, produkciós vezetője Molnár Géza, social és média menedzsere Görgényi Gabriella. Köszönjük a stylingot Mihály Paricnak, a sminket Horváth Andrának, a frizurákat Szekeres Krisztának. A műsor támogatója a Charity, a Komplett Optika, a Prestige Hotel, a Primus Labor, a Zema Porcelán Ékszerház és a Margaret Fenzi.